Amivel torokküszörülés céljából meg kellett állítsam az előbbi felvételt, tehát meg kellett szakítsam. Itt még egyszer nézzük meg, tehát itt a Szaturnusz a Skorpióba és a 9-es házba, a piros fényszögek, tehát azok mind negatív fényszögek, erről beszéltem, és tehát a napról a 8-as ház csúcsának a közelébe, aki 7-es házban a Vénuszról, ugye? Na, hát még a Plutóról lehet, hogy fog beszélni, itt a 11-es házban. Hát nem nagy szerencsével nem fognak, és erről az Uránuszról is, a sárkányfarkon és a kosban álló Uránuszról, tehát, amelynek viszont van egy nagy trigonja, figyeljük meg azt a nagy trigont, tehát a Mars, Uránusz, Jupiter és Jupiter Mars, tehát a Mars ott a nyilasban, Jupiter az oroszlánban, tehát van egy ilyen nagy trigon, tehát rendkívüli képességekkel is el lesznek látva ezek a gyermekek, rendkívüli tehetségekkel is, tehetségre való úgymond hajlammal. Mint mondtam a korábbi felvételen, hogyha valakinek erős karmája van, illetve mindenki olyan képességekkel és olyan tehetségekkel születik, amelyek tulajdonképpen arra valók eredetileg, ősisteni matematika szerint, tehát, hogy azok segítségével oldja fel a karmáját, meg tudja haladni a karmáját. Tehát nem azt mondom, sőt, ezek, akik most születtek, ezelőtt most már lassan egy órácskája, ugye? Ezek a gyermekek nagyon tehetségesek, különleges képességekkel rendelkeznek, és különleges harciassággal, úgymond különleges, tehát ők fogják érteni a harcnak úgymond a filozófiát, nevezetesen, hogy tehát nagyjából, tehát nem azt jelenti, hogy maguktól érteni fogják, hanem hajlamosak lesznek arra, hogyha nekik elmagyarázzák, akkor azt megértsék, és úgy általában például tehetséges harcművész, mint harcművész, karatemestereknek születnek, tehát ezeknek, vagy tábornokoknak, vagy tábornoknőknek, ugye manapság női katonák is, női harcművészek is vannak, meg sportolók és edzők, jó sportolók lesznek, stb. De hogyha figyeljük a korábbi felvételeken elmondott logikát, ugye, és erre számtalan példa van, ugye, hogy nagyon-nagyon jó sportolók, nem biztos, hogy a családba aztán tudnak integrálódni, és jó családanyák vagy családapák lesznek. Sőt, még egy ilyen veszély is van, ugye, hogy főként nőknél túlzottan kihúzzák a sportkarriert, és aztán 35 év után már elég nehéz, úgymond, magzatot foganni. Most jött szinte, hogy mondjam el a magzatfogannással és a Lombik Baby programokkal, hogy mi a helyzet, de maradjunk a témakörünknél. Tehát, hogyha felelősségre való szoktatás nélkül nevelnek fel bizonyos gyermekeket, bizonyos generációkat, mert itt nagyjából ez a Szaturnusz lassan mozog a Skorpióba, és ahogy nézem, itt éppen elég lassan mozgó Jupitertől meg Uránusztól kap negatív fényszöget. Persze a Vénusztól is kap, de az gyorsabban mozdul. De ez a Jupiter-Uránusz, sőt a Lilith negatív fényszöge is megmarad neki jó sokáig, úgyhogy mondhatni, hogy ha nem is egy évgeneráció, de egy ilyen hónapos generáción belül fog az történni, tehát hogy ilyen fajta gyermekek lesznek, mint amiről én beszéltem, ilyen jellegű kapacitásaik lesznek nekik. A kislányoknak elmondhatom, hogy nagyon jó érzékük lesz az anyasághoz például. A szeretett bolygója, a Neptunusz és a Hold együtt áll a halakban, ami szintén egy, úgymond az isteni öntudat megszerzésének a bolygója, amint tudjuk, tehát a spirituális éberség bolygója. Tehát aki megfelelő indítatást és neveltetést kap, az a lányok közül legalábbis, de hát a fiúk is ilyenfajta érzékenységgel fognak bírni, ugye, és meg is értik azt, hogy mit is jelent. Ezekre mondják, hogy
érzelmi intelligenciája van, ugye? És empátia készsége, mind a mellett, hogy vannak ott negatív fényszögek is, de a pozitív fényszögek, és ezt jó, hogyha most megjegyezzük, mivel hogy két fajta van belőlük, nagyobb az értékük és az erejük, mint a negatív fényszögeknek általában. Na, tehát oda kell visszakanyarodjunk, ugye, hogy számtalan tényező van abban, hogy egy párkapcsolatban boldogak lehessünk. Tehát nem igaz az, hogy van valami a levegőben, hogy az emberekben van valami rossz, ami csak most derült ki, hogy már szabaddá tették a válást, ugye? Hogy olyan gyakori és olyan sok a válás mostanában, hogy az emberek, hogy régebb is biztos boldogtalanok voltak, szerencsétlenek, csak akkor nem szabadott válni, és akkor ottan gyűltek egymás mellett, ottan. Én nem tudom, hogy azok boldogak voltak-e, nem voltak boldogak, én magamról tudom, hogy biztos, hogy egy... Én kipróbáltam sajnos ezt is, hogy egy nem szerelmi párkapcsolatban végül is az ember boldogtalan, ugye, és abban ott benne lenni és ülni sok éven keresztül, évtizedeken keresztül, végsősorban vese bántalmakhoz is, húgyhólyagi bántalmakhoz is, és hogy mondjam, húgyvezetéki bántalmakhoz is vezet, mind a mellett, hogy a derék fájdalom, amivel az emberiség, nem tudom, hogy azt hiszem, hogy több mint 60-70%-a küzd, az innen ered, tehát a mérleg az a részünk pontosan, annak következtében jön be, hogy azon kívül, akik ilyen karmával születtek, mint én is például, mérlekben van a Lilitem, de a többieknek is, tehát, ha nem élnek, és nagyon kevesen élnek egészséges, hosszú éveken keresztül, úgymond, egészséges szerelmi párkapcsolat életet, tehát nagyjából a neheztelés, az egymásra való neheztelés, és főként a nőknek a férfiakra való neheztelés, az elkezdődik azért úgy egy év múlva, menthetetlenül, de 2-3 év múlva biztos igen. Ugye is a sok meg nem értettség, ami a sok egymás iránti fölösleges és teljesen hibás elvárásból ered, ugye, hogy egyik a másik várja el, hogy őt boldoggá tegye, mint már mondtam. Tehát nézzük meg még egyszer az alapfunkciók szerint, hogy van a dolog, és a másik, amit itt föltétlenül el kell mondanom, hogy az megtörténhet, hogy apácák elvonult kolostorokban, tehát ott, ahol nem találkoznak úgymond férfiakkal, egy-két pappal, hogyha találkoznak, vagy szerzetesen, akiknek szintén ilyen szüzességi fogadalma van, az nem jelent akkora problémát, mert nem kapnak provokációkat, nem kapnak provokációt a szerelmi viszonyra, a karmájuk, tehát nincs kihívása nekik olyan gyakran is, annyira intenzíven, tehát nem találkoznak férfiakkal, meg férfiak a nőkkel. Úgyhogy az megtörténhet tehát, hogy ők megusszák szerelmi párkapcsolat nélkül, a megfelelő betegségek nélkül is. De nagyon érdekes, tessék azért megfigyelni, mert nagyon érdekes jelenség. A televízióban, amikor valahányszor ilyen kolostorról mutatnak, vagy mit tudom én, olyan templomi képeket, ahol inkább apácák járnak, vagy szerzetesek ülnek, simátkoznak, milyen sok a szemüveges ember ottan. Tehát ahhoz képest, hogy hányan vannak, itt a 80, majdnem 90%-uk szemüveges, és nem a rengeteg bibliaolvasástól van, azt tessék elhinni nekem, hanem azért, mert nem akarják látni a valóságot. Mert az élet valósága és a spirituális valóság, amiről ők beszélnek, hogy ők most már elkötelezték magukat Istennek, stb., az egy nagy hazugság. Ők elmenekültek a párkapcsolat elől, és elmenekültek a világi próbatételek elől, és így tovább. Mert az igazi nagy kihívás, és az igazi nagy kiegyenlítődés, és úgymond karmaoldás, és az igazi megváltás, kérem szépen, tessék jól odafigyelni, az igazi megváltás az a párkapcsolaton keresztül történhet meg, csak is. Tehát nem igaz, hogy a yin-yang, a férfi, a maszkulin és a feminin energiák, ahogy mondják a misztikusok, ezek a tulajdonképpen koncepciókról van szó, idearendszerekről van szó, mágikus teremtő erővel rendelkező idearendszerek, hogy ezek kiegyenlítődnének, hogy a csodában egy kolostoron belül, ahol csak férfiak vannak, és ahol csak apácák vannak.
mit tudom én, valaki őrült esetleg, mit tudom én, valamilyen szektár kitalálna, hogy ahogy kolostor, de nők és férfiak együtt, szóval ez már durva dolog lenne, mit tudom én, mégiscsak, hogy miért kellene nekik elvonulni a világtól, de azért nők és együtt, és rendes szeretkezéssel, és közben szakralitás legyen benne, és isteni imádság, stb., akkor esetleg menne a dolog, de ez így nem igaz. Na, de nem akarom én ezzel foglalkozni, Isten őriz, hogy őket én ironizáljam, vagy csak el akarom mondani az embereknek, hogy azt megtörténhet, hogy nekik még úgy megy a dolog. De nekünk, aki világi életben élünk, de úgysem helyes, úgysem egészséges, és nem az a cél. Egyáltalán nem az a cél. Higgyük el, hogy ahogy ők mondják, az Isten nem örvend annyira az apácaságnak, barátkozásnak, a szerzetességnek, mint az, hogyha valakik egészségesen párkapcsolatban élnek, és jól is harmonikusan. És ezt megkísérlik, megvalósítani, és meg is tudják valósítani, az az igazi boldogság, nem a szerzeteistes, és nem amit a szerzetesek, és az apácak el tudnak állítólag érni. Az hamis boldogság, na azért szemüvegesek, mert nem látják, hogy az hamis. Az igazi, az, tehát amikor egy férfi és egy nő töltetű személyiség, spirituális struktúra minden szinten lehetőleg, és itt több dimenzióról van szó, tehát képes kiegyenlítődni egymásra. Mert erről van szó. Akkor lehetek boldog, ha nem csak testileg, de milyen nehéz még azt is elérni, és ezt a hölgyek tudják a legjobban, ugye? Nem csak testileg vagyok kiegyenlített, tehát kielégült, ne szégyeljük kimondani, igenis szexuálisan, orgazmus szinten is kielégült, ha vagyok, ugye, akkor, hát nem, én most így beszélek egyes szám első személybe, de ez elsősorban a nőket érinti, mert a férfiaknak azt tudjuk, hogy könnyebb. Most nem menjünk bele, hogy miért van ez így, miért nem, hanem nézzük meg azt, hogy ezt hogy lehet egyeztetni, és hogy lehet elérni azt is, hogy a hölgyeknek is legyen ez pont olyan jó, mint a férfiaknak. És nagyon érdekes, mert ugyanaz érvényesül itt is, de komolyan mondom, és nagyon komolyan mondom, és ezt nagyon-nagyon odafigyeltem, és tanulmányoztam, és megfigyeltem, ezer és ezer horoszkopot készítve, tehát sorsokat, embereket, és a volt feleségemmel, és az azelőtti kedveseimmel megbeszélve, és Violával megbeszélve, és a közeli és asztrológus barátnőimmel megbeszélve. Tehát ugyanaz érvényesül, mint amit Jézus úgy mond, kérem, hogy keressétek a mennyek országát, és a többit meg fogjátok találni, vagy kapni ráadásul. Tehát aki a spirituális kiegyenlítődésre törekszik, és persze annak számtalan baja van itt lent az alsó dimenziókban, de aki arra törekszik, tehát aki a mennyek országa keresését úgymond, annak a megtalálására törekszik, annak szép lassan, nem azonnal, nem gombnyomásra egyáltalán, és nem ostor cserdítésre, vagy hogy mondjam, nem pattintásra, de lassan-lassan, ha az igazi szerelem, vagy minimum szeretet megvan az élettársal szemben, és mind a kettő a spirituális, úgy mondjam, életet célozzák meg, de az könyörgöm, az ne legyen hülyeség. Most éppen egy olyan horoszkopot tárgyalok, értelmezek, ahol két ember állítólag elindult ezelőtt néhány évvel a spiritualitás útján, állítólag mondom, mert ahogy én azt megnéztem, az nem az, ugye, aztán, és oda jutottak, hogy nem szeretkeznek, azt mondja, megkérdeztem, hogy évente egyszer-kétszer. De még mindig állítólag együtt vannak, és de hát aztán végre szerencsére megkerestek engem, hogy nézzek be, hogy két horoszkópos. Egyszer csak egy szinasztriát kértek, párkapcsolati összehasonlítást. Úgyhogy én mindenkit arra bíztatok, hogy az még fele az ára, ugye, a komoly szintézisnek. Tessék azt legalább azt megrendelni, nézzék meg, mi van, hogyha boldogtalanok az emberek, vagy valami gyanús nekik, hogy nem működik ott, hogy mondjam meg, mi a helyzet. De most évek hosszú során keresztül, amit elrontottak, és akkor ennek következtében, figyeljünk oda, hogyha nem jó a szellemi alapállás, hogy nem jó csinálsz valamit, az miszticizmus, az misztikus dolgok, amik vannak, ezek a rengeteg
terápiák, önismereti terápiák, család, mit a családi terápiák, családállítás, a Hellinger terápia, és ott is. Kérem szépen az, aki vezeti a terápiát, hogyha, és az a családállítás, ha neki nincs horoszkópja, és nincs a karmája feltárva, az milyen, én el tudom képzelni, milyen, én nem vettem részt egy ilyen családállításon is, de az eredményeket olvastam, a Hellinger, két Hellinger könyvet elolvastam, ugye, ismertetőket az interneten elolvastam, olyan embereknek horoszkópját készítettem, akik ilyenben részt vettek, az maximum annyira jó, hogyha helyes is, egy nagyon felszínes, egy ilyen köztes állapoti helyzetet úgy, ahogy jól elmond, és akkor egy ilyen belátási képességet csak kialakít magának az ember. Tehát aki hajlandó egyáltalán odáig elmenni. De nem elég. És a legtöbb esetben a terapeuta maga, a saját karmája, tudattalanul minket az vezérel, legyen világos. A karmája szerinti logika alapján értelmezi, tehát az ő sugallatai, karmikus sugallatai szerint értelmezi azt, ami egyébként én másképp magyaráznék például egy olyan, mert rendben van, mert jó, nem azt mondom, hogy a módszer rossz, nagyon jó a módszer, nagyon érdekes, nagyon, nem úgy érdekes, hanem jó, eszenciális. De oda minimum a terapeutának is, vagy hogy mondják, az irányítónak legalább kellene egy kauzális horoszkópja legyen. Hát figyelem, hölgyek és urak, ne menjenek olyan Hellingertel, mert megjártuk egy emberre. Gerle Éva bantájában van egy Hellinger terapeuta. Na most az, aki utálja a férfiakat, kérem szépen. Most el lehet képzelni, hogy az micsoda tanácsokat adott, és hogy megvezette azokat, akik elmentek hozzá. Családállítása. Milyen következtetéseket vont le, milyen misztikus zagyvosságokat, marhaságokat mondhatott azoknak a szegényeknek, akik még... Nem tudom, hogy erre kell-e fizetni, vagy hogy van, ebből éle meg. De borzasztó dolgok történhetnek. Tehát hozzá csapódott, és rendesen híve volt a Gerle Évának, most nem mondom el a nevét, mindegy, de elég fontos szerepet kapott aztán ebbe a konfliktusba is közöttünk, és döbbentem álltam, amikor megtudtam, hogy ez egy Hellinger terápiás, szinte azt mondtam, üzemvezető. Na, tehát még egyszer, van az egyetemes törvények között az, hogy úgy hívják, hogy a nemek törvénye, a negyedik törvény. Az azt mondja ki, hogy bizonyos időszakon túl nem, tehát törvénytelen az életed, a léted párkapcsolat nélkül, és törvénytelen az életed szexualitás nélkül. Ha nincs benne szexuális élet. Na most ez a párocska, akiről beszéltem az imént, már onnan fel kellett volna valamelyikük ébredjen, hogy mit tudom én, most nem akarok belemenni részletbe, valamelyikük nem kívánta a másikat, és így tovább, akkor a másik magára vette, hogy benne van a hiba, stb. Higgyék, hogy ilyenek is vannak, hogy na most én az ilyen emberekkel szeretek dolgozni, aki hajlandó hibabelátásra. Az a legnagyszerűbb az asztrológusnak az a nehéz, amíg eljutok odáig, hogy megértse valaki, hogy a karmája az behívja, hogy mondta Jung a gyilkost, az áldozat behívja. De hogy én is most azon döbbentem meg, és épp az imént mondtam Violának, hogy elég rettetes dolgok lehetnek ott bennünk, hogy mi magunk ellen kihívtuk a Gerle Évát. Mert az egy kegyetlen, nem mondom, hogy állat, de hát egy hüllő, tehát utolsó percig is még mindig csak abban van, hogy minket lekezeljen, és hogy még mindig benne van az, hogy minket hátra tör, csak tönkre lehetne valahogy valamiképpen tenni. Még mindig ott a barátnői leszették az ellenünk indított, a mi lejáratotások érdekében indított legsötétebb a blogokat, ugye, de a többit persze nem, hát mi sem fogjuk addig levenni az ő leleplezérésére írottakat, amíg ő erre, mit tudom én, ügyészség fény nem delít, hogy itt hogy volt a játszma, honnan indult ki, mit csinált. Mindegy, tehát nagyon vigyázzunk a különböző terápiákkal, mert nem elégségesek, illetve nagyon sokszor félrevívőek. Nem is csak ez az egy pár volt, hanem azelőtt egy hónappal kaptam egy másik rendelést, ugye,
ahol szintén úgyis házasodtak össze, hogy egy ilyen terápián vettek részt, egy ilyen önismereti terápián, egy önfeltárás és terápián, stb. És hiába, hogy megvolt, most ott vannak, van egy gyermekük, és katasztrófa az életük. Pedig mi lett volna bíztatóbb annál, nem, hogy egy ilyen terápián, és mind a kettő magára vállalta a hiba belátási képességet, stb. Igen ám, de hogyha rossz hibákat fedeztek, tehát az nem volt hiba, amit ők hibának neveztek, és azt, amit hibának kellett volna felismerni és beismerni, arra még csak rá se tapintottak, akkor mi van, kérnem én? Tetszik érteni? Tehát ezért fontos megnézni exakt módon az asztrológia segítségével, mert nem most találták azt ki, nem néhány tíz éves, vagy nem, mit tudom én, száz éves még annyi sincs módszer, mint a pszichológia, hanem sok ezer éves, kérem szépen. Az, hogy közben lejáratták, és banditizmusra használták, és a legmacskóbb, legaljasabb szélhámosságra, jóslásra, az más kérdés. De hogyha nem jósolunk vele, és félretesszük a jóslás logikát, akkor nagyon-nagyon mély kérdésekre kapunk nagyon-nagyon exakt matematikai, majdhogy nem matematikai pontos válaszokat a sorsunkkal, sorsprogramjainkkal kapcsolatosan. Nos tehát, a nemek törvény azt mondja ki, hogy törvénytelen mind párkapcsolat nélkül élni, nem véletlenül, mert a megváltás a cél, a tizedik törvény a megváltás. Megváltáshoz nem jutunk el másképp. De törvénytelen persze szexuális viszonyban nélkül is élni. Tehát vagy úgy is, mint párkapcsolaton belül, de úgy is, hogy egyedül élj, és ne legyen neked legalább, mit tudom én, havonta, két-három havonta egyszer, legalább egy más nemű személlyel való kiegyenlítődési lehetőséget. Tehát ezt is szemszögbe kell, hogy mondjam, szempontul kell venni. Párkapcsolati problémáknál menthetetlenül be kellett ez a kérdés is jöjjön. Hát bocsánatot kérek most a kedves nézőimtől, mert elég kritikát kapok én azért, hogy miért, mint köhincselek. De nem fogom kivágni azért, mert ha kivágom, akkor elmegy. Nem, tehát hogy mondjam, a szájmozgásom és a hangom, tehát a szavak között eltérés lesz, akkor nem jó az egész. Nem tudom, a tegnap előtt nem volt ilyen gondom, tehát most miért jött rám? Talán azért, mert beszorultam ide a blokklakásba. Tehát a lényeg az, hogy valahogy próbálják meg most már úgyis elvonatkoztatni, hogy közben köhétselek, vagy köszönöm a turkomot, mert nincs mit csináljak. Ezeket a dolgokat viszont el kell mondani, el akarom mondani. Tehát jó dolog az, hogyha a gyermekeinket úgy neveljük már, hogy feleségek lesztek, férjek lesztek. Igenis, vegyétek tudomásul, hogy leszel mérnök, leszel énekes, leszel celeb, mit tudom én, mi leszel, nem érdekes. Te elsősorban férj és feleség leszel. Erre nincsenek a mai gyermekek egyáltalán felkészülve. Tehát egy veled ellentétes nemű személlyel kell együtt élned hónapokon, éveken keresztül. Mert csalni nem jó. Aki csal, azt megcsalják előbb-utóbb. Legyen világos hatás-visszahatástörő. Nem lehet csalás útján megnyerni az életet, ahogy mondja Jézus. Nem lehet ügyeskedve, s huncutkodva, s ravaszkodva. És már erre is meg kellene tanítani tehát. De ugye hát a mai koncepció, hogy legyél minél ügyesebb, hogy mondják, talpra esettebb, szemfülesebb, és akkor majd így nevelték azokat a gyermekeket, akik mobbingolták Etelkát, a kislányomat, ugye, azokat a fiúcskákat. Csak nekik menjen jól. Az apukának ez volt a hozzáállása, főleg a fő Trógernek, hogy az én fiam az aztán, igen, az mutasson meg, az ne hagyja magát, az azért... Azt is mondta, hogy miért nem vettem sprayt Etelkának, hogy sprayezze be magát, mert ez a buta gyermekek kitaláltak ami hülye gyerekjátékot, hogy büdös Etelka. De hogy büdös, kérem. Na mindegy, nem is akarok ebbe belemenni, bizonygassam, hogy nem az. Hogy miért nem vettél neki egy sprayt, hogy sprayezze? Mondom, azért, mert nem akarok kurvát csinálni a leányomból.
Nem fogom a te fiadnak, hogy a te fiad számára illatos legyen az én leányomat izélni, előkészíteni az iskolába. És így tovább. Szóval elképesztő, hogy milyen elképzelések vannak, úgy általában. Tehát nem erről van szó, hogy a lányok fiú számára illatossá kell tegyék magukat, és arról sincsen szó, hogy a fiúk tehát, mit tudom én, a férfiasságukból, mert itt ez a probléma, hogy előbb szabadjára engedik, mert nem tudják, hogy mivel játszanak. Jó, igen, jó, legyen tökös a gyerekem, és utána, amikor már elege van az iskolából, jönnek vissza, hogy már 4., 5., 6., 7. is a fiam kiviselte magát, aztán keményen, hogy mondjam, előveszik, és akkor tudják, mit csinálnak vele? Akkor kiherélik a szerencsétlent. És akkor lesznek ilyen nőutáló, vagy nőkerülő, vagy mit tudom én, közömbös, legalábbis párkapcsolatos ilyen érzékeny problémákkal szemben közömbös fiatal emberek lesznek belőlük. És persze depressziósok, mert akkor meg nem tudja kiélni nem csak a karmáját, hanem az ő tiszta tehetségeit is, mert úgy ráijesztenek, mert elege lesz már a szülőnek egyszer, hogy csak jönnek állandóan a panaszok, és rossz visszajelzések az iskolában, és akkor fogja magát, és kiheréli a fiát. Mert a lányokat aztán azt engedik szabadjára, és utána abból lesz aztán a feminista magatartás, aminek nem csak a férfiak, nem a fiúk is isszák a levét elsősorban, hanem a nők is, maguk azok a lányok, akik így ezekben a férfias nevelésben, ugye, akiket részesítenek, hogy ti legyetek most már, fiúk le vannak fogva, ugye, na most ti mutassátok meg nekik, és ti legyetek a vagányok, és ti legyetek a mindenek fölöttiek. És aztán lesznek gerleivák belőlük. Na, tehát úgy nem lehet boldognak lenni kapcsolatban, és akkor összegezzük a mai előadásunkat. Tehát figyelemmel kell lenni a nemek törvényére is. Aztán melléje oda van, jön még a polaritás törvény, oda jön még a fejlődés törvénye. Például kaptam egy kérdést az asztrológuson, hogy meddig lehet a nőnek úgymond önfeladnia magát, mert érdekes, hogy fiúk és férfiak ilyen nem kérdeznek egy kapcsolatban, mert annyi kudarc után aztán elegük lett, és már nem akarnak mélyen belemenni, és nem akarnak persze házasság útjára térni, és nem akarnak családot a mai hölgyek egy pár ilyen kudarc után, hogy hol kezdődik az önfeladás a dologba. És akkor elmondtam, megírtam, hogy elsősorban ami lényeg belőlünk, vagy belőlük, ugyanaz, bennem vagy benned ugyanaz, bennem férfiba vagy nőbe ugyanaz végül is, eszencia szerint, az isteni lényeg a lényeg. És azt nem lehet feladni. Azt olyan nincs, hogy azt fel tud adni. Ha akarnád, se tudod. A legelvetemültebbek, azok feladják, és aztán azok tényleg nincs is, ahogy így szabadon mászkáljanak, mint gerleiba, hanem azokat aztán börtönbe rakják. Csak oda kerülnek, akik teljesen feladják a bennük levő úgymond isteni magukkal a kapcsolatot, se viszonyt. Tehát azt úgyse tudod feladni. Másik, hogyha így is, úgy is a karma oldásra megy ki az egész életünk, és tudjuk már azt, hogy a párkapcsolat nem egyéb, mint egy felhívás, egy provokáció karma oldásra, akkor megint mitől kell félni? Hát nem jobb, hogyha te előbb elkezded a karmádat oldani? És akkor nem kell félni, hogy a kapcsolatban ilyen problémáid lennének majd, hogy azt várja el tőled, akár a nőpartnered a férfitől, akár a férfi a nőpartnertől, mert olyan is van, hogy bizonyos tulajdonságaidról tegyél le, ugye? És ráadásul az asztrológus megmondja majd, hogy melyik az, amelyik neked arra való tulajdonságod. Nem föltétlenül a kiváló és rendkívüli tehetség. Nem azt, mint hogy a tehetséget agyon kellene ülni, ezt nem mondtam, hogy a kiváló képességeket, stb., hanem hogy azt nem kell azokat növelni és erősíteni és erőszakosan duzzasztani a másikok rovására, a másikokkal is pont, sőt azokkal nagyobb mértékben kellene igazából foglalkozni, mert erről van szó. Ez a logikája az életnek. Aztán, hogyha a nyugati ember ezt nem úgy képzelni, hanem úgy képzelni, hogy én legyek minél kiválóbb, minél celebebb, minél rendkívülibb, minél mit tudom, figyelemre méltóbb és stb., mert akkor vagyok én értékes,
ez a nyomorult Gerle Éva is, hogy ő micsoda kiválóság, micsoda szuper valaki, csodabogár, csimboraszó, kozmetikum, nem tudom, hogy micsoda, akire csak úgy kell szájt átva hallgatni és nézni, hogy ő micsoda megfogalmazásokat írott a közébe a blogján és itt tovább. Tehát most hagyjuk, mert nem rávaló haragomban mondom ezt, hanem nekem most már kézenfekvő példa ez a szegény ember, aki egy ilyen mondva csinált, egy ilyen felfújt celebritást csinál, akar magából, de hát távol áll attól, ugye a Anettke sokkal nagyobb írte, hírnévre tetszett, mint ő a nagy tanárnői nimbuszával, és a nagy angolos és a nagy kulturált nimbuszával, hogy neki micsoda nagyapától származik ő, és így tovább. Erről ne is beszéljük, hogy azt szégyen arra, még a nagyapára nézve is, hogy micsoda unokája van, mindegy. Tehát a lényeg az az, hogy nem a rendkívüliségben Geddel leszelte jó párja másiknak. Mert rendkívüliségeddel egy adott pillanatban lehet, hogy azzal vonzod magadhoz, ez a csábítás, ez a csábító erő, de egy adott pillanatban elege lesz a párodnak a rendkívüliségedből, szeretne egy normális, egészséges embert, akivel akkor, amikor kell, ki tud egyenlítődni. És a rendkívüliséged miatt nem lehet, hogy a másik rendkívülisége miatt nem tudsz kiegyenlítődni a másikkal. Nagyon figyeljünk. Tehát a rendkívüli személyiségek azok általában nagyon ritkán, de nagyon-nagyon-nagyon ritkán jók párkapcsolatban és családban, és családanyáknak, családapáknak, és szexuális partnereknek is. Nem is beszélve a sok csábításról, ami neki vannak téve, ugye? És akkor azt mondják, hogyha te nem szeretkezel velem, akkor meg szeretkezek mással, mert én celeb vagyok, hozzám csak úgy dőlnek a pasik vagy a nők, ugye? Na, tehát nem ez az egészség, az egészséges állapot, hanem az, amikor nagyjából minden kezd a helyre kerülni, és nagyjából egyensúlyban van a tehetségek, hogy mond, ereje és a karma feloldási törekvésekkel, és a karma feloldás mértékével. Itt valamit jelez nekem a számítógépem, úgyhogy ezzel nagyjából be is fejezem. Tehát törvényesnek lenni és nagyon figyelni arra a gyermeknevelésre, mert állítom most már rengeteg tapasztalat után, hogy házasságoknak 30-40%-a a rosszul nevelt és a hibásan nevelt gyermekek miatt megy tönkre. Tessék el hinni nekem. Úgyhogy nem véletlenül, hát úgymond véletlenül jött be a képletbe ez a szaturnuszi motívum, de erről van szó, hogy nagyon oda kell figyelni a nevelésre is, mert hiába vagytok ti, akár mekkora szerelmesek, hiába talál a szinasztriátok és minden, mert ha rosszul nevelitek a gyermekeket, ha nem tudnak tehát ott csendben ülni, és órákig kell őket etetni, vagy öltöztetni, vagy imádkozni kell nekik, hogy feküdjenek le, ugye? Mert szegény emberek vannak, akik csak akkor tudnak szeretkezni, miután azok lefeküdtek, elaludtak, akkor abból nem lesz boldog házasság, és boldog élettársi viszony, és semmiféle boldogság abból ki nem jön. Egyelőre ennyi.